A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Kezdőkör sportos kibeszélő műsorunk a Fehérvár Média Centrumban, az új évad harmadik adása, visszatérő a régi évadokból visszatérő vendégekkel, hiszen most először ebben a szezonban itt van velünk Németh Krisztián kollégánk, akinek a hangját itt a televízióban mérkőzés közvetítéseken azért lehet hallani, illetve beszélgetéseken látni, de alapvetően a FEOL szerkesztője, Beke Zsombor szintén a Feoltól, aki frissen, nem tudom, szabadságról visszatérve, feltöltődve ebben a sorrendben. Szezon elején, igen. És hát Horog László, aki pedig tulajdonképpen itt kedden itt marad. Itt elalszom, itt ledülök, és már a következő stúdióban lakik, és utána visszatér a következő adásról is. Magam. Igen. Horogtanya ez lesz, majd jönnek a horgászok esetleg, hogy ezzel kiszápolnak. Kiírjuk a stúdióra. Vártam már, hogy olyan adás legyen, amiben a fehérvári sport kapcsán valamiféle pozitívummal tudunk kezdeni. Múlt héten alapvetően ugye a magyar válogatottat beszéltük, és hát ott természetesen azért túlsúlyban voltak a pozitívumok. De amikor eddig itt az új szezonban a fehérvári sport került szóba, akkor a Vidiről kellett beszélni, és hát az nem volt olyan vidám. Hát a mai adásban sem lesz ez a része másképp a műsornak, viszont végre kezdhetjük jó hírekkel is, hiszen elkezdődött a jégkorong szezon is az osztrák ligában. A Fehérvár két idegenbeli mérkőzésen van túl, egy nem is egyszerű túrán, hiszen az Asiago és a tavalyi döntős Bolzano otthonában játszottak a fehérváriak. Új vezetőedzővel, kicsit átalakult kerettel, ilyenkor mindig azért eléggé bizonytalan, hogy sikerül egy szezon rajt, és mennyire lesz meghatározó. Hát kettőből két győzelem, mégpedig két sima hárompontos győzelem, ami az eredmény önmagában tényleg nem is igényel különösebb kommentát. De azért azt gondolom, hogy egy ilyen szezon előtt, amikor valóban az Ice League szintjén vezetőedzőként rutintalan fiatal magyar szakember, nem tudom, hogy nektek van-e erre kimutatásotok, de azt gondolom, hogy a 32 éves Kis Dávid az egész mezőny valószínűleg legfiatalabb vezetőedzője, ráadásul ugye először magyar edző a Volán kispadján. Szóval, hogy ő vele kezdődött meg ez a szezon, nem csak miatta elsősorban, hanem itt az átalakulások, Konstantin váratlan távozása miatt gondolom azért voltak kérdőjelek. Hát ehhez képest nagyon biztató, amit eddig látunk a csapattól. Olvastam Kis Dávidnak már nyilatkozatát két meccs után, persze nyilván nem lehet azért sommásan ítéletet mondani, de hogy megvan a karaktere a csapatnak, mert ez a két meccs nem feltétlenül arról szólt, hogy jobban játszott, vagy dominált, vagy sokkal erősebb volt a csapat, viszont jól kezelte a krízis helyzeteket. Igen, az Asiago elleni találkozó az kiki meccs volt, inkább már abból sokat nem tudtam nézni élőben, csak összefoglalót láttam, volt kapuvas itt és ott is, de az tényleg ilyen kiki meccs volt, ott döntött, hogy nagyon jó volt a védekezésünk, ugye Roa a mindkét meccsen összesen 98%-kal védett, tehát egy kapott góllal lehozta ezt a túrát. Van, ugye, 54 kapura lövésből, igen, aztán tehát nagyon kellett ez a teljesítmény is ehhez. Ugye Bolzano ellen volt, kicsit becsapott maga az eredmény, mert az első két harmadot, de főleg a középső játék részben, ott nagyon nyomtak az olaszok, tehát ott sok kapura lövésünk nem volt, meg megint sok volt az emberhátrány. De hogy amit a Kis Dávid is kiemelt, hogy viszont a harmadik harmadban tudott váltani a csapat, így összekapta magát, ott viszont jobb volt a Volán. És ez szerintem mindenképpen biztató, hogy akár itt már a szezon elején mérkőzésen belül tud ekkorát váltani a csapat. És hát a helyzet kihasználásunk meg tavaly nagyon nem volt jó, és ez idén meg pont egyelőre úgy néz ki, hogy ebben is sikerült előrelépni meg a támadások kreativitásában. Úgyhogy ez így az elsőre ez így biztató volt. Nem tudom, hogy remélhettük-e, hogy például a Bolzano otthonából így jön ki a csapat. A sok ember hátrány, az első mérkőzés után nyilatkozta azt hiszem Dudu, hogy azért az megengedhetetlen fegyelmezetlenségi szint, hogy 9-szer kelljen ember hátrányban játszani egy mérkőzésen. Nyilván van olyan, hogy egy csapat nem tudja
kihasználni az ember előnyöket, de azért abban bízni, hogy idegenben 9-szer játssza az ember hátrányban is, így hozod le kapott gól nélkül a meccset, ebben mindig nem lehet. Úgyhogy azért valóban itt a kapus teljesítményt ki kell emelni, meg azt, hogy az Asiagónak is köszönhetjük, hogy nem volt elég hatékony. Hát igen, a két meccs alatt 30 perc kiállítás szedett össze a Fehérvár. Ami azért, hányabb nem leszünk. Igen, ami azért kicsit combos, de a másik részéről nézve 30 percet kivédekezett a csapat és a kapus. Úgyhogy ez így azért jól néz ki, de nyilván ebben azért kell előrelépni, mert egy Salzburg ellen már nem biztos, hogy belefér, hogy mondjuk 10 percet ember hátrányban töltsön a csapat. Mennyire gondoltátok azt, hogy kis Dávidnak ez... Nem azt mondom, hogy nem lesz mély víz, mert azért ő fiatalkora ellenére edzőként rutinos, ugye a Magyar Ligában, meg az Ebelben másodedzőként azért gyűjtött tapasztalatot. De azért mégis csak furcsa, vagy nem mindennapos, hogy egy ennyire fiatal edző kapja meg a bizalmat. Én vagyok. Az igazság az, hogy nagyon tehetséges, és egy nagyszerű ember, egy tüneményes rász, tényleg 10 éve ismerem. Számomra is újszerű volt, hogy kinevezték, meglepett, ugyanakkor valószínűleg a szezon közelsége miatt, illetőleg, hogy ő valóban ismerte ezt a keretet. Az igazi értékmérő most jön majd hétvégén a Salzburg ellen igazából, tehát az Asiagónál jobbak voltunk, és szerintem jobbak is leszünk a folytatásban is, tehát ez egy erősebb klub, most már 15 éves, 16 éves Ebel, illetve a Gájsz tapasztalattal. Az Asiago az 2 éve jött fel az olasz ligából, ahol meghatározó volt, hol kevésbé. De az biztos, hogy ez tényleg egy elképesztő szezon kezdett. Én nem gondoltam, hogy a csapat Bolzánóban nyer. Azt, hogy Asiagóban nyer, én egy győzelem, egy vereséggel az olasz tóra után elégedett lettem volna, de mindenre rácáfoltak a fiúk. Nekem két észrevételem lenne, vagy két meglátásom lenne. Az egyik, abszolút egyetértek Lacival, hogy egy nagyon jó srác a Dudu, már amennyire én ismerem. Nyilván sportszakmailag jobban, mint magánemberként, de egyébként is nagyon szimpatikus srác. És mikor volt a Nilsson honosítása, az állampolgári eskü letétele a Henknek, akkor jött a csapattal, és úgy tűnt ott közöttük, meg látván a kommunikációját a játékosaival, minthogyha nekem az érzésem volt, hogy egy közülük. Tehát, hogy nagyon, nagyon ért a nyelvükön, hiszen ugye fiatal srácról van szó, és úgy tűnik, hogy ez nagyon működik, ez a kémia. Egyfelől ez a meglátásom, a másik pedig az, hogy azért ebben a generációkon átívelő felmenő rendszerben szerintem ez óriási dolog, hogy most már azt is elmondhatjuk, hogy nem csak saját nevelésű játékosok vannak a jégen, hanem egy saját nevelésű vezetőedző vezeti ezt a csapatot. Nekem egyébként még az jutott eszem, hogy azért annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy a Volán azért felfelé lépdel a képzeletbeli ranglétrán, és mondjuk ott volt a fináléban nem is olyan rég, ahhoz képest azért fogyasztja az edzőket, és ennek ellenére, vagy ezzel együtt is szerintem jó szinten van az ISZ-os csapat. Hát edzőkről, meg edzőváltásról azért még fogunk beszélni a mai adásban, meg olyan klubról, amely, hát nem tudom, mit mondjak, ha Volán fogyasztja az edzőket, akkor mit mondjuk egy Vidiről. Én úgy érzem azért Szélig Viktorék szakmai, hogy mondjam, térnyerése óta, hogy itt egy nagyon-nagyon megfontolt, mindig egy aprólékos terv és részletes elképzelés mentén alakuló csapatépítés zajlik, amelyben igazából csak inkább ilyen rendkívüli okoknál kell benyúlni. Azért az idei szezonban az, hogy egy hosszabb távon bizalommal ellátott vezetőedző egyszer csak azt mondja, hogy ő akkor bocsánat, mégis inkább hazamenne, szerződése lejárta előtt, ez nyilván egy viszmajor, tehát erre nem lehetett felkészülni. Ugyanakkor lehetett hallani, hogy már megvolt az a terv, hogy Dudu lesz majd a vezetőedző a következő szezonban, amikor Konstanti még egy évet itt lehúz, mellette szerez további tapasztalatokat, és hát gyakorlatilag a kisinasból a mesterember akkor lehet. Tehát, hogy megvolt ez az elképzelés, nyilván az élet ezt most felülírta, de hál' Istennek nyilván nem érte felkészületlenül azért kis Dávidot sem ez. A másik részére, amit mondasz, ott pedig egy nagyon érdekes kérdés, itt vannak azért tapasztalt sportújságíró kollégák, sok mindent láttunk, hogy egy olyan fiatal vezetőedző, aki nyilván koránál
meg beágyazottságánál fogva egészen más szintet képvisel a csapat bizalmának elnyerésében, mint akár egy nagy tapasztalatú, messziről érkezett külföldi, hogy ez valóban egy pillanatnyi lelki fröccsnek jó, és látjuk, hogy jó úton indult el. Nyilván a nagy kérdések majd akkor jönnek, amikor kemény kézzel kell ez a csapathoz nyúlni, vagy belenyúlni. Az jutott eszembe, hogy a 6 gólból ugye 5-öt magyar válogatott játékosok lőttek, Hári is 2-t, Magosi is 2-t, Bartalis is, Hári első gólja egészen szenzációs volt, és hogy ő mondta azt az első mérkőzés előtti interjúban, hogy felszabadultabb lett a támadójáték, és ebben most mindenki egy kicsit lubickol. Ugye Konstantinnál volt az óriási kontrasztjaként az előtte dolgozó finn mesternek, Kárhula volt, aki alatt nem tudom, 8-4 meg 9-6 előbb volt az eredmény, mint aztán Konstantin alatt 2-1 meg 1-0. Tehát, hogy ott nagyon, valószínűleg nagyon le volt folytva és le volt szabályozva az, hogy ki mit csinálhat és hogy kell felépíteni a támadást. Most azért 2 meccsen 6 gól, az tök rendben van, és valószínűleg ennek köze van ahhoz, hogy Kis Dávid egy kicsit jobban a gyeplőt a lovak közé dobta, de hát hosszabb távon dől majd el, hogy tényleg amikor húzni kell azon a gyeplőn, akkor milyen lesz a játék. Igen, ugye a felkészülési mérkőzések alatt volt egy kicsit, hogy talán több gólt kapott a csapat, mint amit még az elmúlt 2 szezonban megszoktunk, de valahol meg, amit pont a Krisz említett, hogy a csapat hangulata meg eszméletlenül más, mint mondjuk a tavalyi szezonban. Tehát tényleg a Konstantin távozásával nyilván a szakértelmét senki nem mondta kétségbe, de az is látszódott, hogy azért a csapat hangulata az nem feltétlenül ilyen felszabadult, vagy hogy fogalmazzak. Tehát nagyon sok volt a szabály. És azzal, hogy a Dudu egy kicsit talán máshogy is közelíti meg a játékosokat, sokkal emberibb, sokkal emocionálisabb ember is, és a döntésében is valószínűleg a szakma mellett a megérzésekre is többet ad. Ez viszont okozhat egy olyan hangulatot, ami mondjuk nehezebb időszakokban, mert úgy is fog jönni nehezebb időszak a bajnokságban, az elkerülhetetlen, át tudja lendíteni a csapatot, és mondjuk nem lesz egy hosszú 5-6 meccses vereségszéria, hanem csak egy 2-3 találkozós. Tehát ugye ez szerintem hosszú távon is előnyére válhat a csapatnak. Ugye Laci, láttunk már Karonvaljut, tehát nagyon sokszor előfordul, hogy egy edzőváltás, akár tényleg úgy is, hogy nem kirúgják az edzőt, hanem más miatt alakul így, az pozitívan hat. Mennyire lehet abban bízni szerinted, hogy Kis Dávidnak az edzői rutinja és tapasztalata kellően nagy ahhoz, hogy mondjuk egy kicsit hullámvölgyben vagy zökkenősebb időszakban is egyrészt a játékosok felsorakozzanak mögötte, másrészt, hogy ő olyan karizmatikus vezető legyen, aki ilyenkor is húzni tudja a szekeret. Mondom, ezt majd az elkövetkező időszak dönti. A hokiban azért nem teljesen elképzelhetetlen 10 meccses győzelmi sorozat és 10 meccses vereség sorozat sem. És ilyenkor a vezető kellő rutinnal, a Konstantinnak is volt nagyon rossz sorozata, de aztán volt elképesztően jó is. Itt a Salzburg, mondtam az imént, hogy sok mindenre választad, illetőleg az elkövetkező hát nem hetek. Nem tudom, ő ellenük egyáltalán mire számíthatunk, mert... 2 éve nem vertük meg őket. 2 éve? És most. Ez most már 11-2 meccs szerintem, mert ugye ebben döntőtől kezdve teljes alapszakasz, középszakasz is volt. Úgyhogy hát ha valamikor, akkor nyilván most, aztán lesz hangulat, meg felfokozott várakozás. Az jellemző volt az ember, illetve az ICE változásaira, hogy ami másfél évvel ezelőtt döntő volt, az tavaly már csak negyed döntő. Tehát, hogy visszaerősödtek azok a csapatok, az osztrákok visszajöttek a Covid-ból, ott azért a bevétel jelentős része a jegyeladás, illetőleg a skyboxok értékesítése, a merchandising, amire a Covid az árások miatt a nyugati oldalon a sogoroknál nem volt lehetőség, emiatt olcsóbb csapatokat is építettek. Nem feltétlenül emiatt volt döntős a volán, de szerepet játszott abban, és aztán tavaly visszaerősödtek anyagilag, hiszen a világ újra kinyílt, a gazdaság elkezdett termelni. Tehát óriásit változott egy év alatt is a bajnokság. Most talán október-november körül látható, majd tényleg addigra szoktak ezek a dolgok kiegyenesedni, hogy valóban hova érdemes kalibrálnunk a volán, de az biztos, hogy ez a rajt, ez egészen elképesztően jó. Még egy érdekes vonatkozása van ennek a szezonnak, és ez beleillik abba, amit mondtam a tervezésről és a tervszerűségről, meg a vezetőség előre gondolkodásáról. Ugye épül a multicsarnok, most már hogyha csak a közelében autózunk, akár azt is gondolhatnánk, hogy gyönyörű, mindjárt kész. És hát tulajdonképpen mindjárt, mert ugye évvégére ennek a csarnoknak készen kell lennie. Utána van egy műszaki átadás, átvétel, de gyakorlatilag beleférne simán a szezonba, hogy mondjuk a rájátszást február után már ott kezdje el a csapat méltón a körülményekhez, mondjuk egy tényleg egy Ice League rájátszással, valami nagy ellenféllel.
Mégis azt mondták a vezetők, ugye Gál Péter Pál nyilatkozta, hogy szakmailag jelentene akkora zökkenést, olyan komfort helyzetből kilépést, ami nem biztos, hogy megéri a kockázatát, hogy szezon közepén váltson ilyen elképesztő méretű különbséggel, tehát lépjen ennyire új helyzetbe a csapat, ami a körülményeit illeti. Ezért úgy döntöttek, hogy ez a szezon, ez még mindenképpen lemegy az Ördögkatlanban, az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban. Mennyire értetek ezzel együtt? Nyilván a szurkolók azért nagyon-nagyon szeretnék már látni európai körülmények is egy ilyen gyönyörű új csarnokban a csapatot. Biztos senki nem gondolja úgy, hogy ott nem szurkolna, vagy nem lenne olyan hangulat, vagy olyan hangerő. Mégis nekem elég logikusnak tűnik ez a döntés, hogy bármennyire is ott lesz a csarnok, és bármennyire is nyilván lesz majd valami megnyitó, vagy gála, vagy megnézhetjük majd, hogy fog ez kinézni, de tétmeccsen majd jövő szeptemberben. Hát, hogy esetleg bízunk benne, hogy a válogatott... Vagy egy bajnokok ligája, vagy ki tudja, milyen lehetőség. Hát amúgy sportszakmailag szerintem érthető, mert tényleg nem csak az, hogy a csapatot kimozdítani a komfortzónájából, ami egész szezonban benne volt, hanem tényleg a hazai pálya előnye veszne el azzal, hogy mondjuk a rájátszásban vagy a rájátszás közben költözne át a csapat, mert akkor gyakorlatilag ugyanaz olyan helyszín lenne, mint egy semleges pálya, hiába lenne ott 6000 fehérvári, mert a felől nincs kétségem, hogy az elején biztos, hogy meg fog telni az a csarnok, hogy közel meg fog telni. Tehát, hogy szerintem ez valahol várható is volt talán, meg indokolt is, hogy akkor ezt a szezonos Raktár utca, és akkor ősztől jöhet az új csarnok. Uh-huh. Hát nagyon kíváncsi leszek. Azért nem olyan egyszerű, ez december 30-án lemegy a műszaki átvétel, és az engedélyeztetési eljárások. Nem voltam a csarnokban korábban, másfél héttel ezelőtt volt egy bejárás, ahova beengedtek, és ott az ember látott azért csoda dolgokat, tényleg elképesztő lesz, de az biztos, hogy nem olyan egyszerű, hogy kedden még játszom itt egy negyeddöntőt, és akkor szombaton pedig játszom már egy elődöntőt. Ráadásul polgármester is mondta, hogy itt azért vannak olyan dolgok, amire nem is gondol egy kívülálló, hogy eladott bérletek egy szezonra. Itt ez egy teljesen más konstrukció, teljesen más jellegű összegek lesznek. Én kíváncsi leszek, hogy ott milyen jegyárakkal mennek, hiszen ide befér 2000-2200 ember, ott azért majdnem 6500, lehet, hogy jegyárat lehet csökkenteni, hogyha a felső karét is meg akarják tölteni. De aztán lehet, hogy maradnak ezek a jegyárak, lehet, hogy a komfortfokozat miatt emelik az árakat. Ugyanakkor üzemeltették el a csarnokot, és nyilván erről még sokat fogunk beszélni. És csak egy egyszerű példa, amiről már nem nagyon beszélünk, hogy 2018. októberében adták át a sóstói stadiont, és utána ott voltak zárások a ivóvíz problémák miatt, tehát ami aztán jött a Covid, tehát ott azért történtek olyan dolgok, itt is átadnak egy ilyen volumenű létesítményt, ott nagyon sok minden történhet, nem a nyilászárokkal, de ott nagyon sok közüzem, nagyon sok szolgáltató van, és ott felmerülhetnek gondok, és olyan nem megy, hogy szerdán azt mondja a INTS, hogy valamiatt megállunk, és két nap múlva pedig játszanánk egy elődöntőt. Hát miközben folyamatosan jégnek kell lenni, hogy ez a jégkorong elég speciális igényű sportág. És Laci, kinézted már a helyed az új csarnokban? Meg van a széked? Vagy már netán egy egész lelátóról szerintem van elve? Szerintem a neve grandstand. Kiválasztottam egy boxot magamnak, de erre még nem kaptam választ. Laci bácsi szektor lesz egy nem, ilyen külön. Ott még azért belül még van munka bőven, tehát én úgy gondolom, hogy kell ahhoz a jövő nyár, amire ez a csapat azt belakja, elfoglalja. Polgármester annyit mondott, hogy áprilisban biztos, hogy lesz rendezvény, hogy milyen, azt nem tudni. Ez nagy valószínűséggel nem sportesemény lesz. Én azt hiszem, hogy az a reális, hogy a csapat eljut a döntőig, lejátsz a Raktár utcában, mértőképpen elbúcsúzunk a csarnoktól. Egy aranyéremmel. Egy kicsit előre szaladtunk, de bizakodjunk. Fogunk még erről beszélni, az biztos, mint hogy magáról a multifunkcionális csarnokról is, hiszen valóban ez egy külön fejezet a fehérvári sport történetében is, hogy Laci is mondta, akár a sóstói stadiont is ide lehetne venni, vagy egyéb létesítményeket, hogy ezt a város, illetve az illetékesek hogyan fogják majd üzemeltetni, és mi minden fog ott történni. De most nézzük azokat a pályákat, amiken már történnek az események. Hát tulajdonképpen az előételt, a főételt és a desszertet elfogyasztottuk, hogyha a csemegékre vágyunk itt a jó hírek kapcsán. Jól laktunk. Igen, és akkor jönnek a fekete leves, vagy jönnek a fekete levesek egészen pontosan. Érintsük egy kicsit a kézilabda csapatot, annál is inkább, hogy Krisztián, ugye láttad a mérkőzéseket, kommentáltad is, én is egyet. Három vesztes meccsen rajtolt az Alba-Fehérvár. Bevallom, én az első után, amikor a Debrecentől kikapott itthon a csapat, a Debrecen bajnokok ligája rajtja előtt egy héttel,
ott még tulajdonképpen bizakodó is voltam, mert azt gondoltam, főleg a második fél idő alapján, hogy lesz annyi tartás és annyi erő a csapatban, hogy a nyilvánvalóan majd a kategóriájába tartozó ellenfelekkel szemben meg fogja szerezni a szükséges pontokat, és nem lesz kiesési gondunk. Az előző szezon ugye egészen parádésan sikerült, hosszú évek szenvedései után szinte váratlanul. Hát most még három meccs után nyilván nem érdemes itt sem azt mondani, hogy akkor majd most feltétlenül gondok lesznek, de főleg a Békés Csaba ellen, ami azért egy elvárható és kalkulált győzelem volt, elég kellemetlen meglepetés érte a szurkolókat. Hát nagyon ki volt kelve magával a mérkőzés után Horváth Roland vezetőedző, ez le lehetett róla olvasni eléggé egyszerűen. Ő ugye azt jelölte meg ennek az eredménynek az elsődleges okául, hogy a Békés Csaba az akarta a győzelmet, az éhes volt a győzelemre, az a saját csapata pedig nem. És nagyjából egyébként ezt lehetett kiolvasni a játékból. Tehát a Békés Csaba úgy örült ennek a győzelemnek, mintha a BL-t nyerte volna meg, vagy a magyar bajnokságot. Tehát tényleg Maier Szabina olyan motivációs szinten játszott, hogy az arcára volt írva, amikor lőtte a gólokat, hogy ezt akarja, hogy meg akarja mutatni. Ez abszolút érzékelt volt az egész Békés Csabán. Nálunk valami van, és nincs meg ez a fókusz. A meccs elején, ugye a Dunajvárosi Kohász elleni meccs eleje szintén elment, itt se volt rendben a dolog. Horváth Roland erre azt mondta, hogy hát nyilván ebben az esetben a vezetőedzőt a legegyszerűbb okolni, meg hát nyilván azért a felelősségét elismeri ebben a dologban, hiszen mégiscsak ő a csapat irányítója, de ő nagyon hiányolja ezt a farkas éjséget a csapatából. Hát lehet ez egy időben jött figyelmeztetés, hiszen van ilyen a sportban való, hogy egy csapat esetleg túl biztosra veszi a saját győzelmét, és nem tud kellően felpörögni. De József Krisztiánnal is voltak azért hasonló időszakok, és aztán az előző szezonban történt az, hogy ezeket a gyerekbetegségeket levetkőzte a csapat, és át tudott lendülni holtpontokon, vagy vissza tudott jönni, vagy nem is zuhant bele, és ahogy te is mondtad, ebből aztán kijött a végére egy nagyon szép helyezés, nagyon szép eredmény. Hát a figyelmeztetés azért mindenképpen mindenki számára ugye, hogy a női kézilabda bajnokságban, ahol most már egy Moson-Magyaróvár meg tudja verni a Győrt, vagy egy néhány éve még Bajnokok Ligája álmokat dédelgető Siófok egyik pillanatról a másikra a megszűnés határára kerül, hogy itt azért egyetlen meccsnek sem lehet úgy neki menni, hogy itt papírforma van, meg esélyes van, meg biztos helyezés van. Fehérváron nyilván sokan gondolták úgy, hogy hát itt a nem tudom, 8.-10. hely körül majd nagyobb probléma nem lehet. És hát a másik a vezetőedző, amit te is mondasz, persze minden edző elmondja ilyenkor, hogy ó, szidjatok engem, meg kicsit ilyen mártír hozzáállás is, hogy nyilván a vezetőedző tehet mindenről, meg én fogom kapni a kritikát, de kérdés itt, ha már visszatérünk ugye az edzőváltásokra, hogy sül el ez a változás, hiszen ez egy tervezett változás volt, lehetett tudni, hogy lesz, de mégiscsak egy új edző dolgozik egy új csapattal. Ilyenkor kapunk válaszokat arra tényleg, hogy az edzőmeccsek fontosak, de igazából nem adnak tényleges válaszokat, hiszen a csapat Hodony Imma, illetőleg Mihalovca Nagy Mihályon nyert nemzetközi tornát, és akkor kérdeztem a Debrecen elleni első bajnok előtt az elnököt, Balázs Imrét, hogy ennyire jók lennénk, és azt mondja, hogy az edzőmeccsek sikereinek titka, hogy jó kell választani ellenfelet. És azt mondja, ő se tudja, de egyelőre nagyon biztató Affentaler szórta a gólokat. És a Debrecen ellen nyilván azt tudtuk, hogy az egy BL csapat, tényleges, valódi Bajnokok Ligája csapat, amely nagyon-nagyon szoros eredményeket játszott tavaly már a Győrrel és a Fradival. A Fradival szinte majdnem pariba volt. És én is úgy gondoltam, hogy Debrecen az szerintem rendben volt. A Dunajváros a meccs derekának volt egy nagyon szoros időszaka, de azt a meccset is elvesztett a csapat. A Békés Csaba ellen nem is volt tényleges esélye a sikerre. És azért lesz ez különösen nehéz, hiszen péntek este a csapat elmegy Moson-Magyaróvárra. Az a Moson-Magyaróvár óriási bravúrral megverte a Győrt. Játszott egy nagyon szoros kiki meccset a Fradival, az utolsó néhány percben nőlt el.
és nagyon jól áll a tabellán a negyedik helyen, 3-2 győzelem, 1 vereség. Azzal együtt én úgy gondolom, hogy nem lesznek kiesési gondjai a Fehérvárnak, de ténylegesen el kell kezdeni most már nyerni, mert valóban, tehát ha mennek a meccsek, egyre inkább következik az elbizonytalanodás. Mondom, a tavalyi az egy kifutott szezon volt, én úgy gondolom, hogy ezúttal se lesz nagy probléma, de ahhoz tényleg valóban most már sikerek kellenek. De az nagyon érdekes volt egyébként ezen a Békés Cseb elleni mérkőzésen, hogy miközben azért a csapat egészen úgy nagyjából betlizett, a fiatal szélső, fiatal jobb szélső, Szemes Szonya, tehát egyéni csúcsot dobott, 7 gólt dobott, és elképesztő biztos kézzel haigált a gólokat a Békés Csabában. És ott van egy fiatal, saját nevelésű játékos, akinek szerintem nagyon jó volt a hozzáállása, meg mondom, nagyon biztos kézzel dobta a gólokat, és a rutinosabbak pedig valahogy elvesztek. Azért az is furcsa nekem, hogy azért mint Kubina Molli, mint Tóth Niki az elmúlt szezonban azért nagyon sokszor vezető szerepet tudott kivívni egy-egy mérkőzésen. Sok vagy több jó meccsük is volt, de Békés Csaba ellen ja, kapusokról egyikük, beszélünk, igen, bocsánat, a kapusokról. Abszolút meghatározó a kézilabdában is. És ők is teljesen beleszürkültek ebbe az egészbe. Úgyhogy az egyetlen pozitív pont a Szemes Szonya volt, a többiek valahogy. Hát és Laci mondta, hogy most jön Moson-Magyaróvár, nyilván ez megint egy olyan meccs, attól függetlenül, hogy az Óvár milyen bravúrokat ért el, eredetileg sem úgy kalkulálta nyilván senki, hogy ez egy győzelem lesz, aztán majd kiderült persze, hogy mi is tudunk-e esetleg kellemes meglepetést okozni. A nagy kérdés szerintem itt is az lesz, de ezt nem ebben az adásban fogjuk értelemszerűen kitárgyalni, hogy akár az edző, akár az állomány, vagy az egymáshoz való viszonyuk és a kémia hogy fog alakulni, mert ahogy egy új edzőnek látjuk a hokisoknál és a csapat kapcsolatának szárnyakat adhat egy bravúros szezonrajt, úgy nyilván a másik véglet is megtörténhet. Igen, most tehát a krízisek azért Horváth Roland előtt nem ismeretlenek. Békés Csabán is volt edző, itt ugye nemrég mesélt a Bajnokok városában. Sihofokon kezdett az élvonalban. És aztán Érdnél ott volt, amikor a finanszírozás ugye kihúzták a csapat mögül alól, és ott gyakorlatilag a nullából kellett építkeznie. Tehát azért sokat, a fiatalkor ellenére azért nagyon sokat látott és tapasztalt, de én úgy látom, hogy ezzel a helyzettel, és ezt ő maga is elmondta egyébként a Békés Csaba meccs után, hogy én most nem tud ezzel mit kezdeni. Tehát el lehet mondani egy játékosnak, hova lője, hogy fusson, hova fusson, stb. De a többi fejben dől el, és ez a projekt itt most én úgy látom, hogy megállt. Vagy megállt azon a meccsen. Reméljük azóta már az edzéseken ez oda futott. Hát meglátjuk, nagyon-nagyon régóta téma persze a kézisek kapcsán, és ez Balázs Imre is mindig elmondja, hogy nyilván itt azért egy adott limit van, amit ez a csapat tud, részben vagy nem kis részben az anyagi körülmények miatt, és senki nem is várja el, hogy itt a nemzetközi kupát ostromolja. De talán a tavalyi szezon megmutatta, hogy valóban egységesen és kellő akaratta meg harcosan játszva azért ebben a magyar bajnokságban sem lehetetlen akár a középmezőny élét is elérni. Igen, csak hát nagyon sokan voltak én kint egyébként ezen a meccsen. Hát ez emiatt sem mindegy, persze. Tehát ez így aztán meg pláne nem mindegy, mert tényleg sokan jöttek ki. Tele volt azért nagyjából a tribű. És mennyien lesznek kint az Zalaegerszeg ellen Sóstól, mert hogy azért most így a célegyenesbe fordulva a mai adásunkban természetesen most igen, sem a fekete leves hiányozhat az igazi fekete, igen. Itt Zsidai Ádám kollégánkkal beszélgetünk, aki a kamerákat kezeli az adásban, és ezért ő neki csak a munkáját látják a kedves nézők, nem a személyét. Milyen jó dolgozik. Kis túlzással egy Gerard Go Home táblával érkezett a stúdióban, mint a fehérvári futball életet érzékenyen figyelő igazi sportember. Hát, kérném szépen a hátsó kamerást, hogy ugye totál az úriember. Majd egyszer beültetjük talán őket is. Az előző két adásban is beszéltünk a Vidiről. Volt, amikor volt egy kis pozitívum és reménykedtünk, aztán ugye legutóbb a válogatott szünet miatt meccsről nem lehetett szó, de érintettük, hogy az ESMTK ellen, egy harmadosztályú csapat ellen kötelező ugye megnyerni a kupa meccset, és akkor onnan majd talán sikerül tovább lépni vagy ugrani a bajnokságban is. Hát, hogyha a bajnoki szereplés ezen múlik, akkor elég rossz hírünk van, hiszen az ESMTK legyőzte a Vidit, és ilyenkor szokták mondani, hogy tényleg az ország röhög
a csapaton, mint hogy mi is röhögünk, amikor az Iván csak kiveri a Fradit ugye a Magyar Kupából, amire szintén volt példa. De hát nagyon úgy tűnik, hogy krízis van. Most már talán mondhatjuk, hogy elnyúlóan, mert a bajnokságban sem igazán villantott eddig a csapat, a tavaly épp hogy megúszott kiesés után. És hát nyilván a kérdés, amit az asztalra ki kell dobni ilyenkor, hogy cserélnétek-e edzőt most ebben a pillanatban, vagy mikor, ha most nem? Hát én már a válogatott szünet előtt cseréltem volna, tehát a 14 meccs, 16 meccs alatt 3 győzelem, miről beszélünk? Tehát itt lehet mondani, hogy rosszabb a keret, mint az elmúlt 10 évben, és ez igaz is. Tehát nem a bajnoki cím és a dobogó nem reális cél, de az, hogy nem látszik a fény az alagút végén, vagy hogy fogalmazzak. Tehát semmi előrelépés nincs. Ez a keret nyáron átalakult. Még majdnem azt mondom, hogy valamilyen szinten talán erősödött is, vagy most a kezdő 11-et nézve talán. Hát meg egy nagyon hosszú felkészülési időszakát rendelkezésre, igen. Hiszen az idén ugye azért nemzetközi szereplés nem bonyolította a képet, és hát ha nem is utazott el edzőtáborba, a Vidi kicsit demonstrálva, hogy milyen szegény ház lettünk. Nyilván ezt azért ironikusan mondom, de azért a feltételek itt is adva vannak. Hát meg a védelmet elég megnézni, hogy gyakorlatilag a idei szezonban ugyanúgy nem állt fel a védelem. Tehát, hogy itt volt az egész felkészülési időszak, meg már nem tudom, 6 forduló, és még mindig nem sikerült összerakni legalább a védelmet, vagy valamit. És szerintem ez az igazán elkeserítő, hogy úgy nem látszik semmilyen előrelépés, semmilyen szinten, se támadásban, se védekezésben. Ugye még fel lehet tenni a kérdés, hogy mi az, ami az eredménytől függetlenül, bár ez egy ilyen sokat idézett, egy kicsit ilyen magyar edzős mondás, hogy a mérkőzést a gólok nélkül kell értékelni, nyilván nem, de hogy az eredménytől függetlenül mi az, aminek mindenképp látszania kell egy csapaton akkor, amikor mondjuk egy szakmai stáb, itt nem csak egy vezetőedzőről van szó, hanem már egy komoly stábról, munkáját értékeljük. Hogy akár koncepcióban, érzékelhető koncepcióban előrelépett a csapat. Lehet-e azt mondani, hogy tudom, hogy mit akar az edző, csak láthatóan nem alkalmas rá a csapat? Vagy pedig van egy katyvasz, aminél azt gondolod, hogy itt már mindenki totálisan elbizonytalanodott? Itt a klubban nagyon jól ledugozzák az információ áramlást. Szerintem ezt jól csinálják, tehát abszolút belükönt kezelnek mindent. Én az SMTK meccs előtt azt mondtam, hogy kizárt, hogy ez a csapat kiessen, és nem szabad hozzányúlni az edzőhöz. Ez nyilván egy új helyzet, visszatérve a Fradi tavaly októberi kiesésére a Iván Cseleni Kupa meccsen, amin ott voltam. Akkor Csercseszóval kvázi megmentette az, hogy megverték a Monakót, illetőleg tovább léptek, és 8-at döntősök lettek. Tehát megérték a tavaszt, ami egy elképesztő dolog. Hát nem mindegy, de lényegtelen. Valóban, körülmény. És ott az kicsit elfette a problémákat. De az már érezhető volt, hogy egy Fradi azért nem eshet ki egy NB3-as élcsapattal szemben. Itt is lehet, hogy ezt még túléli az edző, de az biztos, hogy ez akkora szeget üt ebbe a dologba, illetőleg oly mértékben eltávolítja a drukkereket, meg talán néhány egyes játékost is, hogy ezt majd nagyon nehéz lesz. Hosszú távon szerintem menthetetlen. Én nem gondolnám, hogy most azonnal beavatkoznak. Itt mindig van egy ilyen vetület a dolognak, hogy egy külföldi edzőt elküldeni, az teljesen más anyagi akat követel, mint egy olyan edzőt, aki mondjuk itt él a városba, egy évig szól a szerződés, és szólnak rá, hogy el kéne menni. Jó, kérem az egy évet. Kapsz 6 hónapot. Nem fogadom el. Jó, akkor kapsz 2-t, mert majd itt megkiabálnak a városba, és neked ez nem lesz jó. Tehát egy külföldi edző felül a repülőre, őt nem érdekel, hogy mi marad mögötte. Az még egy magyar edző is úgy van vele, hogy jó, egyezünk meg békébe, szeretnénk még dolgozni a magyar futballba. Egy külföldi trénernek a menesztése, az teljesen más anyagi viszonyokat feltételez. Lehet, hogy bár nem szegény a klub még mindig, lehet, hogy most már azt mondják, hogy erre már nem szeretnénk több százmilliót kifizetni, vagy akár 100-at, vagy 200-at. Biztos, hogy nem olcsó mulatság. Egy Márton Gáborral egészen biztos, hogy sokkal könnyebb volt a megegyezés, egy Szabics Imrével, egy Huszti Szabolcssal, hiszen itt nőtek fel, ismerik a magyar futball viszonyát. Hát és életük lehetőségét kapták, mert ez azt se felejtsük el, hogy említett edzők ugye vagy először dolgoztak élvonalvíz csapat edzőjeként, vagy vezetőedzőként dolgoztak először, és hát nyilván mindegyik úgy volt vele, hogy akkor ez élete lehetősége. Egy kicsit ezt is látom, hogy problémásnak, hogy hát tök jó, ha egy klub úgy gondolja, hogy mindenképpen ő fogja kilőni a rakétával a levegőbe a következő évtized nagy magyar edző talentumát, csak ha nem jön be 3-szor egymás után, akkor az már kifejezetten kínos, és a Vidinek nagyon nem jött be itt az elmúlt években gyakorlatilag Nikolić óta egyetlen edzőválasztás sem.
ami felveti azt a kérdést, amit rengetegszer tárgyaltunk itt ebben a műsorban is, hogy valójában biztos nem csak az állománya, meg nem csak az edzőkkel van a probléma. De jelen pillanatban nézve a helyzetet, Kriszte, hogy látod például? El kell küldeni Zselákot? Történik-e valami ebben kapcsolatban? Hát az elmúlt időszakra visszatekintve szerintem tök mindegy. De most tényleg. Tehát már, már nem tud mit mondani az ember erre. Én tényleg a szegény RBD-seket sajnálom, hogy elkísérik mindenhova a csapatot, és már Pest Erzsébeten sincs sikerélményük. Tehát ez tényleg mindennek a ez egy három markáns vélemény, ugye Zsombor azt mondja, hogy már rég ki kellett volna rúgni, Laci, hogy kicsit problémás, meg azon, hogy teljesen. De tényleg. Egyébként meg, ezért jó a műsor. De egyébként meg ugye a cél a bennmaradás az NB1-be. Hát majd kiszurkolják az utolsó fordulóban, nem hát, ha valakiben elintézi, hogy bennmaradjon a Vidi. Én ezt mondtam az előző szezon végén, hogy a Honvéd addig játszott a tűzzel, amikor akkor esett ki, mikor talán legkevésbé érdemelte volna meg. Ott azért voltak tényleg érdekes momentumok ugye az utolsó fordulóban, ami miatt nyilván háborognak is, de azt nem lehet vitatni, hogy három évig vagy két évig táncoltak a penge élén, és nem tanultak a saját hibáikból. Én ezt az egyet féltem, hogy nehogy a Vidi is így járjon, hogy lehet mondani, hogy megúsztuk akkor. Hát most egy nyolcadik helye legközelebb, nem lesz probléma, mert lehet probléma. Az a baj, hogy a Vidi már évek óta nem tanul a saját problémájából, meg a saját hibáiból, és egy idő után már eszméletlenül frusztráló, akár csak sima szurkolóként nézve, hogy tényleg még mindig azt mondom, hogy magyar viszonylatban szerintem nem szegény klubról beszélünk, vergődik, de szó szerint vergődik, és ez eszméletlen rossz látni az elmúlt 10-15 év után, hogy ilyen állapotok vannak. De azt hiszem, mennyire tekinted ezt egyébként vezetői hibának is, itt ugye, ha már azt mondtuk, hogy a vezetőedzői pozícióban olyanok kaptak lehetőséget, akiknek életükben ez először adatott meg, ez most a sportigazgatóra is igaz jelen pillanatban, tehát itt azt nem lehet mondani, hogy rutinos szakemberek vezetik ezt a klubot most. Juhászról író mindig rendkívül jó véleménye volt, egy rendkívül intelligens ember, nagyszerű futballista volt, vezéri egyéniség a pályán, és egy nagyon szerethető, őszinte ember. Nem biztos, hogy neki is itt kellett volna elkezdeni kvázi azt a sportvezetői pályafutást, amit itt kezdett el, hiszen volt másodedző Szabics Imre mellett, aztán dolgozott az MB3-ban, a harmadik kerületnél, és aztán hirtelen kapta meg ezt a lehetőséget. Ez lehet, hogy erős, akármennyire a jó indulat, a játékosként szerzett rutin, itt kellene dörzsöltnek kell lenni vezetőként is. Meg a kérdés az, hogy milyen jogosítványai vannak. Ezt megint nem tudjuk, hogy miről dönthet, és miről nem. Mint ahogy egy nagy kérdés, én úgy gondolom, hogy Zselák ez valószínűleg túléri még ezt a hetet, mert ha azonnal a meccs után nem rúgták ki, akkor szerintem most zajlanak tárgyalások, hogy mit kéne változtatni. Én nem gondolnám, hogy Szombatig bármi történne, de az biztos, hogy több dobásra nem hiszem, hogy van. Meg a nagy kérdés ilyenkor az, hogy ki vállalja el ezt a csapatot? Mert önjelöltek lennének, csak akire biztosan rá tudnád bízni ezt az együttest. Most valószínűleg magyar edzőnek kell jönnie, hiszen egy külföldi olyan edző, aki Svédországban egy kis klubnál bizonyított, de máshol mi nem nagyon hallottunk róla, ez a dolog valószínűleg nem válik be ez a projekt. De tényleg ki az edző, aki azt mondom, hogy ismeri a klubot, ismeri a magyar bajnokságot, van olyan rutinja, ez a nehezebb ügy, és biztosan meg tudja oldani ezt az öltözőt, ahol már nincs 16 külföldi, 16 nációból, de még mindig sokan vannak, aki úgy lép be ebbe az öltözőbe, hogy itt minden a rendben lesz, mint ahogy Márton Gábor is egy kinevezhető edző volt, nagyon jól dolgozott minden egy-egy csapatánál, nemzetközi úton Izraelben világsztárként kezelték, játszott a francia élvonalban, játszott a belga élvonalban, a komoly csapatoknál, nyelveket beszél, ahol eddig dolgozott, ott mindenütt megoldotta a feladatát kisebb volumenben, és a Vidinél kiderült, hogy ez számára egy nagy vállalat, aki ezt a 200 fős garnitúrát, illetőleg ezt a rengeteg külföldit nem tudja feldolgozni. Itt megint az a kérdés tényleg, hogy ki az, aki elvállalja, ki az a magyar edző, aki alkalmas erre a feladatra. Hát és a magyar edző lesz-e? Én is ezt valószínűsítöm, részben pletykák, részben pedig amiatt, amit mondtál, de megmondom őszintén, én nem tudom most hirtelen elképzelni, hogyha itt akár a népharag, akár egy újabb rossz eredmény, ne adj Isten, mert azért jó lenne tényleg akár szenvedve is, de nyerni. De hogyha itt Zselákot ez elsöpri, akkor hirtelen le kell tenni a vezetőségnek egy nevet, ahogy te is mondtad, biztos zajlanak már tapogatózó tárgyalások. Biztos vannak menedzserek is, akik a tuti megoldást ilyenkor a következő 3,5 hónapra legalábbis tudják.
De nagyon nem látni, hogy ebből bármiféle szakmai vagy határozott koncepció mentén történő előrelépés, hogy lesz. Én őszintén szóval azt, hogy kell-e edzőt váltani, szerintem ez a kérdés, ez korábban is aktuális kellett volna, hogy legyen, egész konkrétan a Vasas elleni utolsó fordulós mérkőzésen kellett volna ennek az aktuális, vagy ennek a kérdésnek előjönnie. Tehát annál lejjebb, én nem tudom. Tehát ez egész... De siker, hát siker volt, hát bennmaradt a csapat. Ez borzasztó. Ezek azok után, hogy ott hagytuk abban mégis, mire számítottuk? Igen. Van olyan magyar edző egyiket, Lassi, szerinted, aki ezeknek a kritériumoknak megfelel? Most azon gondolkozom, amit Kis Dávid kapcsán beszélgettünk, és amikor ott szóba volt, talán még akartam is mondani egy kicsit téged frocizva, hogy a Bognár-Gyuri vonal, tehát hogy az a fajta szakember, aki részben magyar a csapathoz tud szólni, részben valamiféle respekt folytán nem merül fel, hogy azonnal meg akarja enni az öltöző, ahogy ezt itt most Csercseszov kapcsán fogalmazta meg valaki, és hát valamiféle természetes vagányságból, vagy egy nem túl gondolkodásból kifolyólag egy adott pillanatban így azt mondja, hogy jó, menjetek és csináljátok, ami hosszabb távon persze nem megoldás, meg nem szakmai, ma már azért jóval többről szól a futball, de hogy pszichológiailag valaki, aki most tudhatni a csapatra. Détári. Kártyázunk és beszélgetünk. És akkor elkezdjük dobálni. Egy kolléga, aki múltkor itt ült mellettem, ő egy nagyon bátor megfogalmazást, Mátai Balázs, itt felszólított mindenkit a távozásra. Az ügyvezetőt is, akinek szerintem ebben nincs szerepe, hiszen Balogh Attila, a pénzügyek rendben vannak. Én nem gondolom, hogy ez az ő hatásköre. Ő felszólította a sportigazgatót, a vezetőedzőt. Itt valóban van-e olyan edző, aki a jelen helyzet megoldást jelentene? Én tavalyi krízisnél Szalai Attilát mondtam volna, illetőleg Szalai Tamást, rosszul mondom, elnézést. Tehát Szalai Tomi beugró edzőként volt Szabics Imre előtt, és szerintem jól dolgozott a kupába, bevitt bennünket a négy közé, tehát Szalai Tomi ismeri a klubot, csak ő elment pályaedzőnek Trímár Krisztián mellé Győrbe, akkor egy kicsit én úgy gondoltam, feladta azt az álmait, hogy vezetőedzőként, hiszen Trímár Krisztián nem volt még vezetőedző az élvonalban, Szalai ugyan csak néhány hónapig, és gondolkodtam ezen, hogy ki lehetne megoldás, és arra jutottam, hogy Pető Tamás, aki felmerült később is, tehát ő is szintén volt néhány hónapig Horváth Ferencet megelőzően, nem dolgozott kiugróan jól, de rosszul sem. Ő ismeri a viszonyokat, megvan a megfelelő licensze. A Veszprémmel kis ilyen feljutott a másodosztályban, biztos, hogy elérhető, szabad, neki tudom, hogy nagyon nagy álma, de ez csak egy név, amit én mondtam, hogy ismeri a klubot, volt itt futballista, válogatott, Hollandiába játszott, elhivatott, az adott helyen, nyilván NB3-ról beszélünk, de jól dolgozik, ő nem egy idegen test lenne ennél az egyesületnél. Nem beszéltem erről senkivel. Ha engem megkérdeznének, én lehet, hogy az ő nevét dobnám be. Hát ha jövő héten kinevezik, Laci, akkor... akkor kezdjük fél. Mondhattam volna... Akkor a részesedésedből megyünk bulizni utána. Kuttor Attilát mondtam én egy évvel ezelőtt, aki szintén nagyon sok kritériumnak megfelel, most ott van Mezőkövesden, nyilván nem tudnak igazolni, ott most komoly problémák vannak. Neki legalább NB1-es útinja van. Nyilván az utolsó helyezettől nem hozol edzőt, meg nem kezdesz tárgyalni a szerződése kivásárlásáról. Játékos de osztulnak. Így, hogy rakom össze a neveket, Tímár, Nyíregyháza, illetőleg Győrben nem sikerült annyira jól, itt az NB3-mal jól dolgozott. Szalait említettem, mondom, Kuttor Attilának van csapata, tehát mindig gondolkodom abban, hogy legyen vidis kötelék, videótonos múlt, nekik megvan. Aki most elérhető, és tényleg úgy gondolom, hogy jól dolgozik, mondtam a nevet, aztán lehet, hogy vakrepülésben vagyok, és lehet, hogy hát, van már egy külföldi edző a startvonalon. Arról nem is beszél, hogy ugye Pető Tamás fia lassan bejátsza magát a csapatba. Végre valamennyire egy fiatal, talán nem kilógott egységet láthatunk, csak a dárdai vonalat lehet végigvinni, ahol szintén apuka játszhatja a gyermeket. Egyébként a kis Pető. Így van, így van. Igen. Nagyon ügyes, na jó, kapcsol, hát, bejött csereként, majd... elképesztően jó futballozott, de nyilván ettől még az apja nem biztos, hogy lesz vezetőedző. Kiderül, hogy lesz-e egyáltalán vezetőedzőváltás, illetve hogyha igen, akkor Laci megütött a főnyereményt, és majd ő lesz a király csináló itt a és jövő héten a lottószámokat szeretnék. Illetve kitiltanak a stadionból, amire a ügyvezető utalt barátilag. Egy másfél percünk van az adásidő, úgyhogy már nagyon nem tudunk témát kezdeni. Annyit azért megjegyzek, hogy ma kezdődik a Bajnokok Ligája sorozata utoljára ebben a csoportrendszerben. Fogunk akkor megígérem beszélni arról, hogy valójában mi az európai futball jövője, hova
tart, és miért lesz jó vagy nem jó az, hogy jövőre ugye a Bajnokok Ligáját is teljesen új alapokra helyezik, és más lebonyolítással zajlik. Egyetlen egy kérdés, hogy ki nyeri a BL-t, és miért a Real Madrid ebben a szezonban. Mert szerintem egyébként egy történelmileg valahogy az van kódolva, hogy ezeknek két évente nyerniük kell minimum. Legutóbbi meccsen nagy nehezen megverték 0-1-re a 2-1-re a Real Sociedadot, és nagyon jót mondott Ancelotti, hogy olyan támadó potenciál van most ebben a Real Madridban, hogy nagyon kevés csapat bír 90 percet ilyen presszióban. A kérdés az, hogy nyilván a nemzetközi szint az más, de valóban a Real Madrid tűnik nagyon erősnek. De itt minden évben elmondjuk a Bayern Münchent. Az Interre nem gondolta vagy senki, és szerintem játékban jobbak voltak a City-nél. A City-nek, hogyha meg lesz a motivációja, a megnyert, végre megnyert BL után, akkor az idén is ők a torony magas favoritok. A Real Madrid tényleg ez a történelmi tradíció miatt nyögtem be inkább, meg mert valóban azért, mert a sokszor emlegetett kémia és tradíció és a falakban ott ez van benne. Én a Real Barszára vagyok nagyon kíváncsi, hogy mindkét klub azért átalakult. Barsza? Igen, tudjátok. Akik mindig kiestek az Európa Ligában. Tavaly kiestek, igen, sajnos. Tavaly előtt is. Azóta sem alszom rendesen. De én rájuk nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Barsza azért tavaly a spanyol bajnokságot leuralta, hogy most meg tudja azt a szintlépést lépni a BL-ben, hogy mondjuk a csoportkörből mondjuk ebből remélhetőleg tovább jut, de hogy tényleg a későbbiekben is komoly tényező legyen újra a nemzetközi szintére. Nekem mindegy, ki nyeri a BL-t, és Szoboszlaira figyelek. Aki viszont egy másik kupában szerepel. Igen, tehát magyar játékosoknak az így is szurkolattunk, hiszen a Lipcsében továbbra is ott vannak honfitársaink, remélhetőleg Gulácsi Péter is ugye egyre inkább majd visszatérően, vagy említhetnénk az Union Berlint, amelyben szintén van magyar, bár most éppen még továbbra is szintén sérült játékos. Hát ezekről fogunk majd még ebben a szezonban beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát azzal a reménnyel búcsúzom a kedves nézőt, hogy a jövő héten nem azt kell fejtegetnünk, hogy akkor most már tényleg mikor és ki és hogyan fogja kirúgni a Vidi edzőjét. Viszontlátásra! Viszlát. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.